A Mi Hazánk mozgalom arra kéri a magyar kormányt, hogy tegye ingyenessé az úgynevezett antitest vérvizsgálatokat, amelyek a koronavírussal kapcsolatos ellenanyag szintjét mérik, hiszen így szintén védettségi igazolványhoz lehet jutni, védőoltás, oltakozás nélkül, és hogyha tudjuk azt, hogy a magyar kormány akár 20 vagy 30 ezer forintot is képes kifizetni egy-egy oltásért, oltó anyagért, akkor a 11 ezer forint, amiben egy ilyen vérvizsgálat kerül, az nyilvánvalóan jobban megéri az adófizetőknek, illetve nem kényszerítik akkor arra a magyar embereket, hogy akár úgy is oltakozzanak, beoltassák magukat, hogy egyébként ők azt nem szeretnék, vagy mondjuk nem bíznak az oltásokba. Tehát eredményességét tekintve egy ilyen vérvizsgálat az lehet, hogy lényegesen jobb eredménnyel jár, hiszen gyakorlatilag 100%-os a hatékonyság, még egy-egy oltás esetében, mondjuk a Sinopharm esetében 78%-ra mondják a hatásosságot, míg hogyha nyilvánvalóan az ember véréből az ellenanyag kimutatható, akkor azt is kijelenthetjük, hogy immunis a koronavírussal szemben. Ezért nonsens az, hogy 11 ezer forintot kell fizetni ezért a vérvizsgálatért, miközben a 20-30 ezer forintos oltás az pedig ingyenes, ami persze nem ingyenes, hiszen a magyar adófizetők pénzéből fizet érte a kormány. Ezért kérjük azt a magyar kormánytól, hogy tegye ingyenessé tehát ezt a fajta ellenanyag szintmérést, az antitest vérvizsgálatot, ahelyett, hogy újabb oltóanyagokat vesz, és a pénzt ráadásul a magyar adófizetők pénzét így külföldi államoknak, akár Kínának, vagy éppen nem tudom, az amerikai Pfizernek fizetik ki. Van még egy javaslatunk a magyar kormány számára, ez pedig tekintettel arra, hogy már tavaly óta folyamatosan azt mondjuk, hogy ez a koronavírus ez valószínűleg laboratóriumból származik. A napokban, illetve friss hír a mai sajtóban is, hogy az amerikai hírszerzés már szinte biztosra veszi azt, hogy laboratóriumi eredetű, tehát mesterséges eredetű ez a koronavírus. Éppen ezért mi tavaly óta kérjük, de most már követeljük azt, hogy a magyar kormány, Magyarország lépjen fel a megfelelő nemzetközi fórumokon, az ENSZ-en keresztül, vagy akár a WHO-n, tehát az egészségügyi világszervezetek keresztül követelje azt, hogy tiltsák be világszerte a humán vírusokkal kapcsolatos kísérletezéseket, illetve szigorítsák azokat a biztonsági előírásokat, amelyek azokra a laboratóriumokra vonatkoznak, ahol ilyen típusú kísérletek folynak, zajlanak jelenleg is. Nem szeretnénk, hogy a koronavírus után egy újabb járvány törjön ki, világjárvány törjön ki egy laboratóriumból elszabadult mesterséges vagy manipulált vírus miatt.